Sziasztok! Először is szeretnék bemutatkozni, Szőke Viki vagyok, és egyike vagyok Gáli Viktor tőzsdetanoncainak. Na már most, hogy is jutottam a Gáli Viktorig, és az ő tőzsdei képzéséig? Párom felhívta a figyelmemet arra, hogy pályázatot hirdetett meg, miszerint, aki eleget tesz a pályázatban leírtaknak, és megfelel, vagy tetszik a zsűrinek, az ingyenesen vehet részt a képzésen. Na már most, bár nem vagyok teljes mértékben jártas a témában, nagyon érdekel, és úgy voltam vele, hogy belevágok, megcsinálom, hát ha sikerülni fog, vagyis hát nem hát ha, hanem nagyon szerettem volna, hogy sikerüljön. És sikerült, megnyertem. A meglepetés a történetben az, hogy nem egyedül nyertem meg, hanem heten nyertük meg, tehát egy kis csapat alakult ki, akik az összpályázók közül lettek a kis tőzsdetanoncok, és ebből én vagyok egyedüli lány, és én vagyok a legidősebb a csapatban, de ettől függetlenül teljesen jól befogadtak a fiúk, és nagyon, tehát végül is elfogadtak, és nagyon jól éreztem magamat velük, miután már megismerkedtünk. Na most, az első feladatok közt az is szerepelt, hogy egy közös fotózkodáson kellett részt vennünk, és hát egy picikét sünként közelítettem meg ezt a történetet, ugyanis így, hát meg voltam illetődve, nem tudtam, mire számít, csak nem tudtam, hogy hogyan viselkedjek, milyenek lesznek a fiúk, de így megnyugtattam magamat, hogy nem kell begömbölyögni, nem kell sünként viselkedni, csak lazán. És ezt szerintem nagyon jól tettem, mert miután egy picikét megismerkedtünk a fotózkodáson, rájöttem, hogy nagyon jó fejek, és nagyon-nagyon-nagyon nyitottak mindenre, az egész világra, nem csak az ismerkedésre, bármire. És nagyon motiváltak és ambiciózusok, nagyon tudják, hogy mit akarnak az életben, és úgy egyáltalán önmaguktól. Alapvetően nagyon jól elmúlt a fotózkodás. Kicsit jobban megismerkedtünk Viktorral, és kicsit mi is fellazultunk egy picikét jobban. De azok is el tudtunk kezdeni beszélgetni egymással. Majd a fotózkodást követően átmentünk egy közeli pubba, ahol folytattuk a teambuildinget, és igazából az is nagyon jól sikerült. Még jobban megismertük egymást, még kötetlenebben beszélgettünk egymással, és aztán nagyon jó volt úgy elmenni másnap a képzésre, hogy nem volt mindenki vadidegen. Jó, nekem volt ott még ismerősöm, de ez olyan, hogy már mégiscsak a csapat, meg is a résztvevőknek egy nagyobb részét ismerem, és ez nagyon jó érzés volt. És őszintén szóval nagyon várom már a munkát velük, mert végül is akármennyire ez egy egyszemélyes munka, azt gondolom, hogy szükség van a csapatra, mert tudjuk egymást húzni, hogyha az egyik egy picit bizonytalan, akkor a többiek tudják mondani neki, hogy mit csináljon, hogy csináljon, miben javítson, és ezért szerintem nagyon, nagyon motiváló tud lenni. Szóval nagyon várom a további munkát, és a további együttműködést, és hát imádtam az eltöltött fotózkodós napot, és a első közös képzést.